Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Speak Nyelviskola. www.speaknyelviskola.hu. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Kedves Max Radio hallgatók, már előre nevetek, bocsánat, szóval, hogy megint egy érdekes beszélgetés fog jönni. A Speak Nyelviskola egyik alapítóját, Dunai Pétert köszöntöm sok szeretettel a Max Radio-ban. Szia! Szia, köszönöm a meghívást újfent, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Hát ugyebár most már megtanultam, hogy háromféle dolog van, amiről beszélünk, és akkor ismételjük el a három dolgot. Idő, pénz és módszertan. Múlt héten kiveséztük az időt, de úgy rendesen bele is kérdeztem. Péter megizzadt, elárulok. Most elárultalak, Péter. Igen. Belekérdeztem rendesen a dolgokba. Igen, abszolút. Jön az a dolog, ami mindannyiunk számára, kinek kevésbé, kinek jobban fontos, a pénz. Már megint ez a csúnya pénz, ami egyébként mielőtt belekezdünk, hadd mondjam el, Péter, hogy nekem egy eszköz. Én annak idején, amikor rákos voltam, akkor így nagyon megváltozott az életem, és hogy a ilyen eszköz lett a pénz, ilyen huszadrangú dolog lett, és ezt a mai napig sokan nem értik, hogy az értékrendem az nekem miért változott meg. Most nem megyek bele ebbe, egy a lényeg, hogy amikor az embernek valami olyan dolog, egy törés van az életébe, ami miatt megváltozik az értékrend, akkor hirtelen nem lesz annyira fontos számára a pénz, és sokkal inkább az emberi dolgok fontosabbá válnak. Viszont a nyelvtanulásban, amikor valaki belevág, jelen esetben ugye a Speak nyelviskolát megkeresi, akkor hirtelenjében mi lesz az első kérdése? Hát persze az idő, kiveséztük a múltkor, a következő a pénz. Mennyibe kerül a nyelviskola? Hát Péter, mennyibe kerül? Jó, belekérdeztél. Hát, hogyha nem is akarnék, én nem akarnék konkrét árakat mondani. Megmondom miért. A telefonban sem szoktam árakról beszélni. Ez egy olyan dolog, amit az embernek saját maga kell, hogy eldöntsön. Az azt jelenti, hogy bárkinek nagyon szívesen elküldöm azt, hogy csoportban tanulni mennyibe kerül, és magánórában tanulni mennyibe kerül. Én a pénzről gyakorlatilag a telefonban, sőt a bemutatóra sem szoktam beszélni. Tehát nem, ez egy olyan dolog, ahogy te is mondtad, hogy azért tud érzékeny lenni, és ezt mindig rá szoktam hagyni az emberekre, hogy olvassák el, nézzék meg, és gondolkozzanak a saját pénztárcájukkal, hogy belefér, vagy nem fér bele. És hogyha belefér, akkor úgy is jön, ha nem fér bele, azért az emberek jó nagy többsége szoktam mondani, hogy Péter, ez nekem nem fér bele, nem tudom ezt az összeget kifizetni. Ez ilyen módon természetesen egy szokványos dolog, de nyilvánosan telefonban pénzről nem szoktam beszélni. Hát azért én megnéztem a speaknyelviskola.hu-n, hogy mennyibe kerül. Úgy, nem bírtam ki. Nem bírtam ki. Kedves hallgatók, ha kíváncsiak vagytok, akkor speaknyelviskola.hu, nézzétek meg. Na, de ezzel lezárjuk a témát, és viszont halás, nem zárjuk le a témát. Nem. Szóval, ugye az időt beszéltük, de én szerintem nagyon-nagyon szorosan összefüggésben van ez a pénzzel. Ugyanis egyrészt, ugye mindig mondjuk már egy ilyen elcsépett dolog, hogy az idő pénz, és tényleg egyébként. Igen. Amikor arról beszélsz egy hallgatóval, vagy egy jelentkező hallgatóval, hogy mennyi ideje van rá, mennyi, majdnem azt mondtam, hogy mennyi pénze van rá, nem. Szóval, hogy amikor megszabja a saját hallgató saját magának azt, hogy ő mennyit szán erre az idejéből, és mennyit szán erre a pénzéből, akkor ugye az alapján fog döntést hozni, és a döntés a lényeg. Az alapján, amit hall, amit olvas a Speak nyelviskoláról, vagy úgy egyáltalán bármelyik nyelviskoláról egyébként. És én azt gondolom,
hogy nagyon-nagyon sokat nyomalatban egyrészt az, hogy milyen visszajelzéseket hall, olvas jelen esetben rólatok, másrészt pedig, hogy az ő saját személyes helyzetéhez, mert mindig mindenkinek egyéni a helyzete, nincs két egyforma szerintem. Mennyire tud ehhez alkalmazkodni a nyelviskola? Mert azt mondja, hogy oké, nekem kell alkalmazkodnom a nyelviskolához. Na, kész, már beizáltam a honlapot, letettem a telefon, nem érdekel. Ám de mi van akkor, ha rugalmas a nyelviskola, és alkalmazkodik, amennyire természetesen, amennyire tud, a hallgatóhoz. Erről szerintem te nagyon-nagyon sokat tudsz mesélni, hiszen nagyon különbözőek vagyunk mi emberek. Ez így van, ahogy mondtad, és ez fontos, és ezt én is kiemelném. Ahány ember, annyi sztori, annyi helyzet, annyi könyv, mondjuk úgy. És azt tudom mondani nagyon röviden erre az alkalmazkodásra, hogy azt kell látni a mindenkinek, hogy minél inkább egy diák igényeire, ami az időt illeti, most az időt nézem, minél inkább az időt egy nyelviskolának a diáknak kell szabnia, egy szolgáltatás annál drágább lesz. Minél inkább tud bizonyos feltételekhez egy diák igazodni, annál inkább mondjuk úgy, hogy olcsóbb. Én ezt látom. Ugyanis minél inkább időben, anyagban, elképzelésben, igényben, minél jobban azt mondjuk, hogy jó, akkor igazodunk a diákhoz, az annál drágább lesz, az egészen biztos. És ezért itt is kellett arany középút. Az időben is, meg a pénzben is. Ha az időt nézem, akkor minden csoport, mint a magán, időben úgy van meghatározva, hogy lehessen haladni, és mondjuk ne két év legyen egy olyan cél, hogy egy utazásnál, külföldi utazásnál meg tudjak szólalni. Pénzben ugyanez, hogy valójában itt mi lélektani határokban gondolkozunk, hogy mi az, amit még a piac, vagy a potenciális ügyfelek mondjuk úgy, hogy meg tudnak finanszírozni. Szóval ez egy ilyen játék. Valahol mindenkinek, ahhoz, hogy ne legyen nagyon-nagyon sokáig tartó, és ne legyen elképesztően drága, valahol kompromisszumot kell kötnie a cél érdekében. Értelek, én egy kicsit más nézőpontból megpróbálom ezt a dolgot megközelíteni a hallgatók felé. Jó, Péter? Jó. Tegyük föl, hogy kedves hallgató, van egy autód. Arra az autóra, ugyebár van kötelező felelősségbiztosítás, azt megkötöd. Hát kaszkót azt nem minden esetben, maximum új az autó, a többség nem köt kaszkót. Na most mi van akkor, hogyha szeretnél elutazni külföldre, és ahhoz, hogy biztonságban érezd magad, ahhoz kell, pláne hogyha külföldön akarsz élni, kell egy nyelvtudás. A biztosítás az bizony-bizony nagyon fontos. A biztosítás az adott esetben, nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha az kell, hogy te biztonságban legyél, hogy legyen egy nyelvtanulásod, legyen egy nyelvtudásod, bocsánat, és ehhez bizony-bizony az kell, hogy beiratkozz egy nyelviskolába, és azt meg is csináld. Ha így nézzük meg a dolgot, hogy mintha biztosítást kötnél, akkor mi a drága ahhoz, hogy te, a te életed az biztonságban legyen? Mi az ára annak, hogy te tudjál kommunikálni, tudjál munkát kapni például, tudjál gondoskodni a családodról külföldön. Szóval, hogy akkor mi a drága és mi a nem drága, kedves Megszárió hallgatók? Csak úgy felvetem a kérdést. Mit szólsz ehhez, Péter? Egyetértek. Köszönöm a megközelítést. Igen, ez egy olyan hasonlat, ami egy kicsit úgy lehet, hogy sokakban azt mondja, hogy jó, de hát az más. Nem, nem más. Tehát, ha az autónkra biztosítást kötünk, vagy éppen a saját életünkre biztosítást kötünk, akkor saját magunknak kell biztosítanunk azt a nyelvtudást is, hogyha egy olyan helyzetbe kerülünk, márpedig szerintem a túlnyomó többsége az embereknek azért megy el egy nyelviskolába, mert olyan helyzetbe került, hogy egész egyszerűen muszáj.
azért valljuk be, elég kevesen vannak szerintem azok, akik csak úgy brahiból állnak neki nyelvet tanulni, ugye? Nagyon kevés. Kifejezetten azt tudom mondani, hogy nálunk nagyon kevés. Igen. 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 Remélem, hogy adtam egy kis tippet, egy kis motivációt a kedves hallgatóknak, legközelebb innen fogjuk folytatni. Az elmúlt percekben a Speak Nyelviskola egyik alapítója, Dunai Péter volt a vendégem. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindenkit üdvözlök. Mi is téged, szia! Szia, szia! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.